Elsősorban a 18. században ide érkezett ruszin lakosság értékei, hagyományai nyomán ismerik sokan a zempléni, alig 300 főnyi lakossággal rendelkező Komlóskát. Fiatalok és idősek egyaránt élnek a kis településen, akiknek szinte soha nem jutott eszükbe az, hogy szülőfalujukat elhagyják. Az újonnan megválasztott polgármester az időseket köszöntő ünnepség keretében elmondta, számukra nagyon fontos érték, hogy generációk nőhetnek fel egymás mellett. Hogy ez a továbbiakban is így maradjon, számos fejlesztést szeretne az önkormányzat megvalósítani a közeljövőben. Nagyon sok tennivalónk van, és bízom benne, hogy ez több-kevesebb siker, inkább többel sikerülni fog az elkövetkezendő időben. Elmúlt időszakban nem igazán volt ez jellemző, hogy itt pályázatokat vagy bármit nyert volna a település, sajnos. Nagyon sok mindenre lenne szükségünk. Most majd a Magyar Falu Program, ha újra indul, akkor szeretnénk minden lehetőséget kihasználni. Rosszak az útjaink, közterületeket szeretnénk rendbe hozni. Hát nagyon sok olyan dolog van, amit a polgármester hivatalt kicsit rendbe hozni, és egyáltalán az egész településképet javítani, mert úgy gondolom, hogy ez az utóbbi időben kicsit úgy elmaradt. Az est keretében felléptek a hagyományőrzést élethivatásuknak is tekintő helyiek, valamint közös est keretében erősítették a közösségi szellemet. Komlóska, mint kis település, kettős figyelmet érdemel. Egyrészt azért, mert nagyon kevés polgár lakja, és a kis településnek úgymond szokták mondani, kis gondja van. Ez nem igaz, hiszen ugyanazok a gondok jelentkeznek egy ilyen kis zempléni településnél, mint egy 2000-es vagy 3000-es településnél. Csak kisebb költséggel. De azok a gondok, akár az iskola fenntartása, akár az utak rendbetartása, számtalan olyan gondot kell megoldania, amit a nagy településeknek. Egyrészt, mert kevesen vannak, másrészt pedig a hegyben van, és nagyon sok szolgáltatás nehezen jut el ide, tehát az utaknak a rendbetétele alapvetően fontos, és azok a szolgáltatás, mint a kisposta, illetve a mobil szolgáltatásokat is fontos, hogy ide elérjen, és emellett azonban egy olyan kisebbséget, történelmi kisebbséget képviselnek a ruszinok, ami valójában itt a Kárpát-medence őslakosai, és ezt a hagyományt ápolják már több évtizeden keresztül. A polgármester az ünnepség keretében azt is hozzátette, szeretnék, ha a fejlődés mellett nyitottabbá válna a kistelepülés, és sokak számára elérhetővé válna természeti és kulturális értékeinek köszönhetően.